streamer és aranykorában egyre több lehetőségünk van, viszont talán a Tidal az az egyetlen olyan szolgáltatás, amire a legtöbben esküsznek, hogyha komoly felbontású anyagokat szeretnének hallgatni. A kérdés viszont mindig az, hogy mennyire éri meg Tidalra előfizetni több pénzért a Spotify-jal szemben. A hatalmas különbség a kettő szolgáltatás között az a hangminőség. Spotify esetén ugye 320-as MP3-okat kapunk, ami az átlagos zenehallgatónak több mint elég. Hogyha nem vagy annyira tudatos ilyen szempontból, és nem figyelsz minden apró részletre, és a lehető legjobb minőséget nem szeretnéd kihozni a rendszeredből, ez nyilván eszköz szempontjából is fontos, tehát hogyha olcsó Bluetooth hangszóróid vannak, és azon hallgatsz általában zenét, esetleg gyári fülhallgatón, akkor a Spotify több mint elég lesz. Az ilyen eszközöknél nem annyira jönnek ki az ilyen finom különbségek, amit egy jobb hangminőség tud neked nyújtani, ugye a Tidal esetén. A Tidalnak több előnye, de hátránya is van a Spotify-jal szemben. Először a hátrányokkal fogom kezdeni, és akkor utána a pozitívumokat fogom elmondani. Az első hátrány szerintem az a zenék mennyisége. Alapvetően a Spotify-on mennyiségre, tehát számszerűen zene, album, előadó sokkal több elérhető, mint Tidalon. Azt tapasztalom, hogyha mondjuk populáris zenékről van szó, akkor nagyjából egy-egy a lefedés, tehát mind a kettőn ugyanaz megtalálható, viszont a probléma ott kezdődik, amikor nem annyira ismert előadókat szeretnél, nem tudom, hallgatni, megkeresni, akkor sokkal kevesebb és limitáltabb mennyiségben fogod ezeket megtalálni. Régi albumokra is ugyanez igaz. Spotify-on majdnem minden megtalálható, még a híresebb vagy kevésbé híresebb előadóktól is, míg Tidalon az ilyen félhíres előadóktól inkább csak a népszerűbbek. Úgyhogy van egy szűrés igazából Tidalon szerintem, ami miatt azon a rostán nem esnek át bizonyos mennyiségű zenék. Azért, hogy ez a minőség miatt van, tehát hogyha ilyen underground előadókat sokat hallgatsz és sok ilyet szeretsz, akkor érdemes azért leellenőrizni, hogy mi az, ami megtalálható Tidalon a Spotify-jal szemben, mert hiába ad egy jobb minőséget, hogyha nem találod meg a zenéknek a nagy részét, amit egyébként szeretsz, akkor nyilván jobban jársz a Spotify-jal. Úgyhogy ilyen szempontból azért van egy érzékeltő különbség a kettő adatbázisban. A második hátrány az a támogatás és kompatibilitás eszközökkel. De ugye a Spotify Connect az minden egyes internetes hálózatos funkcionalitással rendelkező erősítőn, házi mozi erősítőn, PlayStation-ön, aktív hangfalon, multiroom rendszereken megtalálható. Ugye ez úgy néz ki, amit biztos sokan tudnak, hogy a telefonodon mondjuk elindítod a Spotify alkalmazást, alulra hangszóróra rákattintasz, kis ikonra, felnyílik egy a lentről egy ilyen felgördülő menü, és látod sorban, hogy milyen hálózaton elérhető eszközök vannak, amelyek le tudják játszani a zenét Spotify-on keresztül. Ez egy nagyon jó és praktikus funkcionalitás, amely ugye könnyen ki tud választani, hogy most hol szóljon a zene. De ez ugye látja a számítógépeket, PlayStation-t, Xbox-ot, bármely multiroom rendszert, erősítőket, úgyhogy mindent ilyen könnyen automatikusan el tudsz érni, akár a telefonodról vagy számítógépről, csak azért, mert egy helyi hálózaton vagy, tehát mindegyik eszköz ugyanarra az internetre van rácsatkozva otthon. Na, a Tidal esetében ez ugyanolyan nem létezik, vagy jelenleg még nem működik. Ez a Tidalnak a hibája, hogy nem fejlesztették ezt még így ki, ahogy a Spotify ezt már jó pár éve. Na most a Tidal esetén ez nem így működik sajnos. Ha elindítod a Tidal applikációt, telefonon vagy számítógépen a programot, akkor hiába van a hálózaton Tidal kompatibilis hálózatos eszköz, nem látja az applikáció vagy program a számítógépen, tehát nem tudod úgymond átstreamelni a zenét, vagy elindítani a streamelést a hálózatos eszközökön. Ezt úgy találták ki, vagy hát nincs kitalálva, hanem még nincs lefejlesztve, ezért úgy lehet használni, hogy az adott gyártók, tehát hálózatos gyártóknak a termékéhez járó applikáción keresztül. Ez úgy néz ki, hogyha mondjuk van egy Denon vagy Marantz Heos hálózatos erősítőd, ez mondjuk legyen egy Denon házimozi erősítő, mondjuk egy AVRX 1500-as mondjuk, akkor az ő Heos applikációt kell elindítanod, és a Heos applikáción belül lesz egy Tidal funkció, amire rákattintasz, és a Heos applikáción belül használhatod a Tidal funkcionalitásokat. Itt be kell lépned a Tidal profilodba, és ott fogod látni a saját zenéidet egyébként, tehát minden ugyanúgy fog működni. Annyi a lényeg, hogy egy külső keret kell ahhoz, hogy használható legyen az ilyen eszközökön a Tidal. Na most ez egy nem egy nagy dolog, hozzá lehet szokni, a lényeg az az, hogy mindig a gyártónak a kis applikációja beleszól egy kicsit abba az élménybe, amit itt tapasztalni fogsz. Tehát nem tudod kikerülni mondjuk a házi mozi vagy sztereó erősítődnek a
gyári applikációjának a kis design elemeit. Tehát, hogyha neked éppen nem tetszik mondjuk egy Marantz vagy Denon Heos rendszer, vagy a Yamahának a Music Castja, vagy a Bluesam-nak a hálózatos applikációja, akkor az egy problémát jelenthet számodra, mert hogy ő rajta keresztül kell használod. Jöjjenek a pozitívumok. Hát nyilván a nagy előnye a Tidal-nak, mint ahogy azt már említettem, meg várható, ez a hangminőség. Itt egy hifi csomag előfizetés esetén CD minőségeket kapsz, tehát ez a legrosszabb esetőség, és vannak úgynevezett Master MQA fájlok. A Master fájlok az úgynevezett előadó által jóváhagyott, aláírt minőség, amely gondosan erre lett kitalálva, elkészítve, hogy te mondjuk Tidal-on keresztül hallgasd, és tudják azt, hogy neked akkor egy olyan rendszered van minőségben, amely képes arra, hogy ezt a CD minőséget is meghaladja reprodukcióban. Most a kézzel fogható különbség Spotify és Tidal között az jól kihallható. Ha van egy olyan rendszered, amit azt mondom, ilyen 100-150 ezer forint fölötti, tehát egy olcsóbb erősítőd van, egy olcsóbb hangfallal, átlagos, nem tudom, kábelekkel, akkor egyébként ez már hallható minőség lesz szerintem. Könnyen kipróbáltam, mondjuk van egy olyan eszközöd, ahol van Tidal meg Spotify is a beépítve, így a hálózatos funkció közé, akkor egyértelmű lesz a különbség, elindult a Spotify-on a zenét, majd utána elindult a Tidal-on, ugyanazt pontosan, ugyanabba tekered mind a kettőt. Hallani fogod, hogy így szétnyílik a zene. Tehát nagyon nagy különbség van, érzed azt, hogy Spotify mennyire így összenyomja kicsit a dolgokat. Abszolút élvezhető addig a pontig, ameddig a Tidal-t be nem rakod. Érzed, hogy megjönnek a mélyek, lejjebb megy, testesebb lesz egy kicsivel, minden egyes finom, ilyen apró részleg egy kicsivel élénkebb lesz, teltebb lesz. Úgyhogy alapvető különbség az nagyjából pont ugyanolyan lesz, mint hogyha beraknál telefonról egy MP3 zenét egy hifi rendszerre, mint hogyha beraknál egy jó CD lejátszóról egy CD-t. Tehát nagyjából ugyanilyen a különbség, jó kivető, hallható. Én azt gondolom, hogy az átlag zenehallgató számára is érzékelhető a különbség, hogyha van olyan hifi rendszere, fej vagy fülhallgatója, ami erre a különbségre ki van hegyezve, vagy képes arra, hogy ezt megszólaltassa. A másik előnye a Tidal-nak az úgynevezett exkluzív tartalmak. Most nem tudom, hogy ez mennyire gyakran jön ilyen ki, vagy mennyire fenntartható ez, de vannak előadók, inkább ilyen populáris híresebbeket kell elképzelni, akik csinálnak olyan zenéket, ami kizárólag a Tidal-on jelenik meg, tehát te sehol máshol elvileg nem tudod streamelni vagy meghallgatni, csak a Tidal rendszerén keresztül. Úgyhogy, hogyha ez számodra fontos, és vannak olyan előadók, akiket nagyon szeretsz, és tudod, hogy ezt csinálják a Tidal-on keresztül, akkor ez egy nagyon jó pofén exkluzív élmény lehet, hogy csak őnáluk kapod ezeket meg, ráadásul brutál jó minőségben. Összesítve szerintem a Spotify és a Tidal is megéri az árat önmagában. Nyilván, hogyha idáig nézted a videót, akkor több mint valószínű, hogy te a Spotify fölötti minőséget keresed, hogyha ez a téma ennyire érdekel. Én azt gondolom, hogy egy átlagos hifi rendszered is van, esetleg egy abszolút belépő kategóriás, tehát mondjuk a nagyon büdzsé van, ez a 100-150 ezer forintos mindenestül szett, ott is már hallható lesz a Tidal által nyújtott minőségbéli felsőbbrendűség vagy különbség. Úgyhogy alapvetően azt gondolom, hogy ha ez jellemző rád, akkor már simán előfizethetsz erre, kéne hallanod ezt. Ha nem hallod, akkor hasonlítgasd egy kicsit Spotify-jal, és majd meg fogod hallani. Ha van egy pár tízezer forintos fül- vagy fejhallgatód, ami jobb minőségnek nevezhető, akkor ott megint csak a Tidal nyújtotta előnyök abszolút ki fognak jönni. Még akkor is egyébként, hogyha a telefonodnak a fejhallgató erősítőjén keresztül jön ki a dolog, tehát nem valami külön fejhallgató erősítőn vagy DAC-on keresztül, hanem a gyári telefonnak a képességén használod, akkor is egyébként érzékeltő lesz a különbség, egészen jól és artikuláltan. Úgyhogy ár szempontjából szerintem nincs kérdés. 1600 forintért Spotify esetében egy ilyen átlagos minőséget bárki megkaphat, ami ugye az emberek többségének, hát mint tudjuk, előfizetők száma az sok-sok millió, tehát ez több, mint elég mindenki, vagy nagyon sokaknak. De azt mondja, 1600 forint a világzenét megkapod, Tidal esetében meg ugyanez, hogy a világzenét megkapod egy bökésre vagy érintésre, ráadásul 3000 forintért. Most összevetjük, hogy mennyibe kerül egy CD, amiért el kell menned a boltba, az utána helyet foglal, utána porolnod kell, és minőségben nem lesz előnye. Tehát, hogy nem lesz jobb egy átlagos CD lejátszón keresztül berakott CD és egy jó hálózatos lejátszó Tidal kombináció között. Nyilván, hogyha felmész, nem tudom, egy 1,5 millió forintos CD lejátszó és kombinációba, ahol nyilván van egy 1 milliós erősítőd, meg egy 1 milliós hangfalad, akkor persze jobban fog szólni, mint egy 200 000 forintos hálózati lejátszón keresztül berakott Tidal, de nem egy árfekvés a kettő. Én azt gondolom, hogyha azonos árfekvésben gondolkodunk, hogy mondjuk van egy 100-200 000 forint közé eső hálózati lejátszód, ami Tidalos, akkor az azért
ugyanazt a minőséget, hanem akár jobbat is tud adni, mint egy hasonló árfekvés, mondjuk egy 100-150 ezer forintos CD lejátszós kombináció. És az előny, a kényelem és az olcsóság ár, az mindenképpen a tájdal mellett szól. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amit úgy nem kell nagyon megfontolni, hogy megéri-e, mert természetesen megéri. És nyilván a Bakelitet is lehet hasonlítgatni, Bakelit mennyi 5-10 ezer forinttól indulnak szerintem, valami még több. És nyilván az hangulatra, érzetre egy megint egy másik kategória, tehát azt meg azért nem lehet összevetni a tájdallal, de a jó minőségért, ha jó minőség miatt veszel egy CD-t vagy egy Bakelitet, akkor pont ugyanazért szerintem 3000 forintot per hó kiadni egy tájdalért, egy végtelenül jó ajánlat. Úgyhogy szerintem ezen a húdasokat nem kell gondolkodni, mind a kettő megéri az árát alapvetően szerintem.